Lelkes párok, kommunikatív szolgáltatók, látványos standok. A hétvégén már 30. alkalommal rendezte meg a Győri Művészeti és Fesztiválközpont az esküvői kiállítást a házasulók számára, bemutatva az aktuális esküvői trendeket és az esküvői szolgáltatások széles körét. A kiállításnak az elmúlt évekhez hasonlóan a győri Zicsi Palota adott otthont. A rendezvény kerek évfordulója kapcsán különböző akciókkal várták a kiállításra látogatókat. Mivel ez egy jubileum, újdonságként azzal készültünk a kiállítókkal együtt, hogy különböző akciókkal és kedvezményekkel várjuk az ide érkezőket, ami nyilván a sok kisebb akció azért egy esküvő szervezésekor már egy nagyobb tételt jelenthet. Vannak jócskán visszatérő kiállítóink is, akik már jó pár éve ide járnak hozzánk, de vannak újak is, fiatalabb vállalkozások, és ennek nagyon örülünk, hogy nem csak a régi partnereinket tudjuk ezzel támogatni, hanem az új feltörekvő nemzedéket és a feltörekvő vállalkozásokat is tudjuk segíteni. Meg természetesen mi is, mint polgári szertartás szervező szolgáltatás megmutatjuk magunkat. Ugye maga a négy terem, ahol a kiállítás zajlik, az a négy terem, ahol a polgári szertartások is vannak. A kiállításon nem csupán esküvői helyszínek, ruhaszalonok, fotósok és ékszerészek ajánlatával ismerkedhettek meg az érdeklődők. A pároknak remek alkalom volt ez a Zicsi Palota házasságkötő termeinek megtekintésére is. A helyszínen lehetőség nyílt személyesen megismerkedni a szolgáltatókkal, inspirációt meríteni, időpontokat foglalni. A fő cél az nyilván az, hogy többségében a helyi vállalkozásokat segítsük, de érkeznek nem csak Győr és környékéről, hanem messzebbről is kiállítók, és természetesen a házasulandó pároknak ez egy nagyon nagy segítség. Jó, hát így ugye, mivel kétnapos a rendezvény, több száz pár, jegyes pár érkezik hozzánk, és nem csak ketten, és nem csak a mennyasszonyok, hanem meg kell védjem a vőlegényeket, hogy van egy ilyen tévhit, hogy hát ez csak a mennyasszonyoknak a rendezvénye, nem, a vőlegények is van, hogy egyedül bejönnek és körbenéznek, úgyhogy nekik is vannak különböző szolgáltatások. A mai esküvők egyik közkedvelt kiegészítője a selfie tükör. A szolgáltatás manapság egyre népszerűbb a házaspárok körében. Nagyon vicces, és vicces kiegészítőkkel azonnal a vendégek a kezükbe tudják tartani a fotót, és a fotóra most már egy QR kódot is lehet kérni, amivel, hogyha a telefonját beolvassa, akkor automatikusan megjelenik digitális formában is a kép, és megosztható Facebookon, Instán. Talán ékszerészből volt a legtöbb az esküvői kiállításon. A gyűrű elkötelezettséget és a házasságot jelképezi. Az esküvői gyűrű anyaga általában arany, ezüst vagy platina. Az arany a szerelmet, a gazdagságot és a boldogságot szimbolizálja. A szakemberek szerint általában 300 és 600 ezer forint között költenek rá a párok. Jelen pillanatban, ahogy mi látjuk, a keskenyebb fazonokat választják, és eltérő szélességben. Tehát a hölgyeké az keskenyebb, a férfiaké egy kicsit szélesebb, általában a fehér, ami jobban megy, és amit látunk még, hogy a kolorit díszítést szokták még kérni a párok általában. Ezt látjuk most jelen pillanatban a trendnek. Régebben ugye sokkal eklektikusabb volt a lehetőség. Most inkább ez a letisztultabb forma, ez a minimalista stílus, ez ami jobban megy. Mennyasszonyi ruhákkal foglalkozó szolgáltatóból csupán egy érkezett az esküvői kiállításra, ők is Nagymegyerről. Képviselőjük arról beszélt, mik a legfrissebb trendek a mennyasszonyi ruhákkal kapcsolatban. 2025-ös ruhákban ugyanúgy megmaradt divatban a csipke, de viszont egyre több ruhánál látható a szatén és a letisztultabb vonalak. A szívkivágás ugyanúgy megmaradt, vagy pedig a zárt nyak részletre lehet figyelni még. Ezen kívül a sellő, de inkább mindig is a hercegnős ruhák azok, amelyeket keresnek a mennyasszonyok. És hogyha anyagi oldalról közelítünk, mennyit költenek a mennyasszonyok átlagban egy mennyasszonyi ruhára? Mit tapasztaltok? Ez teljesen változó. Van, aki venni szeretne, ott például 400 ezer forinttól felfele, csillagos határa, és a csillagos ég a határ. Utána pedig, ha kölcsönözni szeretnénk, van, aki kevesebbet szeretne erre költeni, pár százezret, csak 100-200 ezret, de van, aki többet.
A kiállítás szombaton és vasárnap is 10 és 18 óráig várta az érdeklődőket. Az esemény vasárnap tombola sorsolással zárult, ahol számos értékes nyeremény talált gazdára. A fődíj pedig egy polgári szertartás teljes körű szervezése volt a Zicsi palotában, a Győri Művészeti és Fesztivál Központ felajánlásával.